Horgászok most is vannak a Vidámparki tó partján, ők azonban semmi törvénybe ütközőt nem tesznek, és nem csak azért, mert a szákok teljesen üresek. Hétfőn éjszaka ezen a helyen várták az orvhalászok a zsákmányt, az egyik horgász kora este figyelt fel a két középkorú férfira, akik akkor feszítették ki a halak elfogására készített hálót, ezután értesítette a horgász egyesületet és a rendőrséget is. Itt volt behúzva a háló. A híradónknak név nélkül nyilatkozó önkéntes halászati őr úgy döntött, elfogja a rapsicokat. A férfi és társai az óvoda előtti bozótosba bújtak, és folyamatos rendőrségi kapcsolattartás mellett várták az orvhalászokat. Végül éjjel 2:30-kor a Széchenyi István Horgász Egyesület és a Városi Kapitányság járőrei közös akcióban buktatták le a halászokat. Jött a biciklis férfi, letámasztotta a bicikliét, és nem sokkal rá megjelent egy gyalogos is egy óriási hátizsákkal a hátán. Egyből oda mentek a hálóhoz, és elkezdték kihúzni nagy fröcsögés csobogás. Mi jeleztünk az ügyeletes tisztnek, egy perc sem telt el, mindkét irányból a járőrök nagy sebességgel, akciófilmbe illő jelenetekkel megjelentek. Az egyik férfi az átugrott a kerítésen, ott már mi vártuk. A halászati őr jelzése után a járőrök több irányból közelítették meg a tavat. A gyanúsított egyike ugyan megpróbált elszökni, de az éjszakát mindketten szabálysértési őrizetben töltötték. Amint a 2x50 méter hálót kezdték kiemelni, megjelentek a közelben figyelő halőrök, és értesítésükre a járőrök is több irányból elindultak. Az orvhalászokat előállították a székesfehérvári rendőrkapitányságra, ahol kihallgatásokat követően szabálysértési őrizetbevételükről döntött a hatóság. A hálóba több mint 20 ponty, egy amúr és egy süllő gabajodott bele, úgy, hogy az utóbbi két hal el is pusztult. A rapsicok által okozott anyagi kár több mint 45 000 forint.